Egyetértő Urát. Amen. Milosz Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Otca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. I s Duhom Tvojim. Kedves horvátis magyar ajkú testvéreim, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy itt Pécsen a Szent II. János Pál pápa plébánián a mai napot kvázi ilyen projektnapként a horvátságnak szenteltétek. Belekóstoltatok a horvát kultúrába, a zenébe, kaptam az üzenetet, már megy a tánc, hol vagy. Aztán akik beszélik a nyelvet, gondolok így főleg a kökényiekre, vagy a horvát falvakból elszármazottakra, azok talán használhatták is, legalábbis egymás között. Most ezen a szentmisén a fő nyelv ugye a horvát lesz, de csak azoknál a részeknél, amikről tudjuk, hogy mi történik, mert tudjuk őket magyarul. Amit nem tudunk, az magyarul lesz. A nyelv soha nem lehet a hitnek a rovására. Isten igéjének meghallására és megélésére indítson bennünket ez a mai szentmise, kovácsoljon össze minket a katolikus hitünk, a szeretet, amely legyőzi a nyelvi nehézségeket, mert ha a szeretet nyelvét beszéljük, akkor azt mindenki érti. A mai vasárnap, a 32. vasárnapnak az előesti szentmiséje, ennek a vasárnapnak a egyik témája a nyelv. Majd halljuk, lehet, hogy is kellett volna tenni a 16-os karikát. A lelkiismeret vizsgálatban mindenki gondoljon arra, mikor volt az, amikor nem beszéltem a szeretet nyelvét. Mikor használtuk arra a nyelvünket, hogy a másiknak fájdalmat okozzunk. És használom-e a nyelvemet rendszeresen Isten dicsőségére, és az emberek vigasztalására. És a lelkiismeret vizsgálatban bánjuk meg a bűneinket. Én elkezdtem horvátul, akik tudják, mondják velem horvátul, a többiek pedig egy kicsit pianóba, de nyugodtan mondják magyarul. Ispovjedem se Bohu svemu očemu, Ivana Bracho, da sam grešni vrlo mnogo, mišlju, rečju, djelom, moj grej, moj grej, moj preveliki grej, zato molim pažnju Mariju, vas da djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smiloval nam se svemogući Bog, koji pustio nam grije naše i priveo nas u život vječni. Amen. Thank you.
hallgass meg a Makkabeusok második könyvéből. A pogány Antiókosz Epifánész uralkodása idején történt, hogy elfogtak 7 testvért anyjukkal együtt. A király arra akart őket kényszeríteni, hogy egyenek a sertéshúsból, ezért korbáccsal és szíjjal verték őket. Az egyikük, aki a többiek nevében is beszélt, ezt mondta. Mit akarsz tőlünk kérdezni, vagy megtudni? Mert készek vagyunk rá, hogy inkább meghalljunk, semmint megszegjük atyáink törvényeit. A második, amikor már végét járta, felkiáltott. Te gonosztevő! Földi életünket elveheted, de a mindenség királya feltámaszt minket az örök életre, mert az ő törvényeiért halunk meg. Utána a harmadikat kínoszták meg. Amikor nyelvét követelték, készségesen kinyújtotta, és a kezét is bátran oda tartotta. Hősiesen mondta, az ég adta, de törvényeiért kevésbe veszem. Remélem, újra visszakapom tőle. Még a király és környezete is elámult az ifjú bátorságán, aki a kínokat ennyire semmibe vette. Miután meghalt, ugyanilyen kínzásoknak vetették alá a negyediket is, amikor már halálán volt, így szólt. Vigasztaló nekünk emberkéz által veszni el, ha belekapaszkodhatunk abba az Isten adta reménybe, hogy ő feltámaszt minket. Ám a te számodra nincs feltámadás az életben. Ez az Isten ígéje. Szent Pál apostolnak a tesszalonikai hívekhez írt második leveléről. Testvéreim, Isten, aki szeretett minket, s kegyelmével állandó vigasztalást és jó reménységet ajándékozott nekünk, vigasztalja meg szíveteket, és szilárdítson meg benneteket minden jó tettben és szóban. Végül imádkozzatok értünk, testvérek, hogy az Úr szava terjedjen és dicsőségre jusson, mint nálatok is, és hogy megszabaduljunk az ártó és gonosz emberektől. A hit ugyanis nem mindenkié. Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és megoldalmaz a gonosztól. Bízunk az Úrban, hogy megtartjátok, amit meghagytunk nektek, és a jövőben is meg fogjátok tartani. Az Úr vezérelje a szíveteket Isten szeretetére és krisztusi türelemre. Ez az Isten igéje. Aleluya. Jesus Cristo, Jesus.
Господним с вами. И с Духом Твоим. Читание из Святого Евангелия по Луке. Слава Тебе, Господине. В оно время приступе к Иисусу некий от Садуцея, кои нечу ускрснуће. Упиташе га, учитељу, Мојзије нам написа, умрели без дјеце, чиј брат који имаше жену, нека његов брат узме ту жену, те подигне пород брату своме. Бијаше тако седмено браће. Први се ожени и умрје без дјеце. Други узе његову жену, онда трећи и тако редом свадо седморица, povriješe ne ostavivši djece. Na posljedku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti po uskrsnuću? Jer sedmorica su je imali za ženu. Reče im Isus, djeca se ovog svijeta žene i udaju, no oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih, niti se žene, niti udaju. Zaista ni umrijeti više ne mogu, anđelima su jednaki i sinovi su Božji, jer su sinovi uskrsnuća. A da mrtvi ustaju, naznači i Mojzije, kad u odlomku o krmu Bogu Gospodina zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovjevim, a nije on Bog mrtvi, nego živi, da svi njemu žive. Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes meghagyta nekünk. Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódott testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az asszony elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A feltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta neki. A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való feltámadásra, nem nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat, Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, azért mondtam az elején, hogy ki kellene rakni a kis karikát, mert a Makkabeusok könyvéből való olvasmány egy kicsit olyan hátborzongató esetet ír le, a Makkabeus testvérek vértanúságát. És egy édesanyának végig kell néznie gyermekei kínzását. Erre nem lenne képes minden édesanya, de ez az erős lelkű és szilárd hitű asszony inkább elveszíti a fiait ebben az életben, mint hogy Isten tagadásra biztatná
őket. Önkéntelenül is felmerülhet bennem a kérdés, vajon én képes lennék erre Istenért, akár mint fiú, akár mint anya. Lenne hozzá lelki erő? Talán nem is az a fontos, hogy most képzeljek el egy ilyen esetet a magam számára, tehát nem a vértanúságra kell nekünk törekednünk, hanem a saját körülményeim között kell törekednem arra, hogy ellent mondjak a kísértésnek. Erre szokták azt, hogy mindennek ellen tudok állni, csak kísértésnek nem. Pedig ez az első lépés, ellene mondani a kísértésnek, ellene mondani a rossznak. Gyerekeket, harmadikosokat, nem negyedikeseket tanítok, és kérdeztem tőlük, hogy szerintetek mi a bűnre vezető alkalom? Az egyik gyerek fölteszi a kezét, és azt mondja, hát ha kinyitom a hűtőt. És mennyire igaz? A fején találta a szöget. És akkor úgy elkezdtünk ezen gondolkodni, láttam, hogy minden gyereknek van már tapasztalata erről, hogy mondjuk másnap szülinap, a testvéred szülinapja, anyukád megsütötte a tortát, beteszi a hűtőbe, és azt mondja, ebből most nem szabad enni, majd holnap, amikor felköszöntjük a tesót. És te mit csinálsz? Ha nem tudsz ellenállni a kísértésnek, kinyitod a hűtőajtót. Először csak nézed. Aztán lehet, hogy meg is szagolod. Milyen jó illata van. És aztán szinte mutatták a gyerekek is. Nem vágunk bele, de azért kicsit úgy hátulról beletúrunk, ugye? És finom. Hát így esünk bele a kísértésbe, a bűnbe, hogyha nem állunk ellen a kísértésnek. Nagyon fontos, hogy ne a testem uralkodjon a lelkem felett. És a kicsiben való hűség az nagyon fontos dolog. Én kispap koromban Győrben komolyan vettem, hogy este, nem tudom, fél tíz után, vagy már nem is tudom, hogy volt, szilencium volt, vagyis csönd. Nem lehetett beszélgetni. Tehát olyankor mentünk le zuhanyozni, hiszen vége volt a napnak. Akkoriban nem úgy volt, hogy minden szobához volt zuhanyzó, hanem három szintet kellett lemenni, hogy ugye lement. És bizony voltak, akik hát nem igazán akarták ezt megtartani, és zavarta őket, hogy én megtartom. És addig próbálkoztak velem, hogy kicsikarjanak belőlem legalább egy-két szót. És amikor úgy nem tudtam megtartani, akkor meggyóntam, hogy nem tartottam be a szilenciumot. De akkor én hetente gyóntam. Nem azért, mert a nagy bűneim voltak, ki volt írva heti szentgyóllás elvégzése. És mentem hetente gyógyulni. Erre mondta az egyik kispap, hát tudod, ez olyan, mint az angyalok szántporolgatása a heti szentgyóllás. De összehasonlítva, amikor hetente gyógyultam, sokkal finomabb volt a lelkiismeretem. A kisebb rosszra is belezomált. Ez amint a patika mérleg és a mázsa között a különbség. A patika mérleg kilenk, hogyha egy pár porszem oda kerül, a mázsára odavághatod a zsákrumplit, lehet akkor se lenni. Tehát nem mindegy, hogy milyen a lelkiismeretem, és a lelkiismeretet igenis kell finomítani. Ha én tudatosan megalkuszom a legkisebb bocsánatos bűnnel is, már is hajlamos vagyok a rosszra. De ha napról napra törekszem, hogy a kisebb dolgokban is igyekszem jót tenni, akkor a jóság fog bennem eluralkodni, és természetemmé válik az, hogy jó leszek. Ha nem próbálok meg állandóan napról napra jobb lenni,
akkor nem maradok meg a jóban, hanem visszacsúszom, és rosszabb leszek. Mint az a sportoló, aki abba hagyja a napi edzést, nem marad meg azon a szinten, ahol volt, hanem lefelé csúszik, és a versenyen szégyent vall. Testvéreim, hogy engem mikor állít az Úr végső próba elé, azt nem tudhatom. Hogy megfelelek-e a próbatételnek, az sokban függ a kicsiben való hűségtől, a kitartástól. A tudatos keresztény élet is lehet lassú vértanúság. Amikor keresztre feszítjük magunkban vágyainkat, amelyek lehúznak, amelyek eltávolítanak Istentől, és a lélek szerint él. Ez a szürke hétköznapok csendes vértanúsága. Gondoljunk csak Kolbe atyára. Ő életét tudta adni ott a koncentrációs táborban, családapáért, helyette jelentkezett, hogy majd ő megy. De miért tudta ezt megtenni? Mert a hétköznapokban is hűséges volt. Tehát nem úgy volt ez, hogy addig önző módon élt, és ott jött neki a megvilágosítás, hogy na most én akkor helyette válok. Ha nem így élt volna, akkor azt mondta volna, amikor ott volt, hogy cén, jaj, de jó, hogy nem én vagyok, ugye? Hányszor, hányan ezt mondták, gondolom ott a környezetében. De ő azt mondta, majd én megyek. Természetesen nem erre kell várni, hanem a hétköznapokban tudatosan tenni a jót és hűségesnek lenni. Hallottuk, hogy a Makkabeus fiú inkább kivágatta a nyelvét, mint hogy Isten tagadást követett volna el. Hányszor kellene nekünk is, testvéreim, átvitt értelemben kivágnunk a nyelvünket, vagy legalábbis el kellene harapnunk akkor, amikor szeretetlen beszéd, megszólás, rágaló, gyalázkodás, szitkozódás hagyja el az agyunkat. Most a napokban olvastam a Facebookon egy ilyen kis vicces kis szösszenetet, hogy hány éves kortól kellene házasodni? Hát 70 fölött. Mert a férj addigra már süket, az asszony még már nem beszél annyit. Ugye, tehát hányszor vagyunk így, hogy esetleg többet beszélünk, mint kellene. Ez egy másik ilyen, egy szexádi házas barátom mondta, hogy hát igazából a legjobb parti az néma lány árvaházból. Se nem beszél, és anyós sincsen. Egy utolsó szempont, ugye? Azt mondja a Szentírás, aki kordában tudja tartani a nyelvét, az úra lesz egész testének. Vagyis igenis néha kényszerítenünk kell testünket olyasmire is, amihez nincsen kedve. Én például a Covid óta, az 2020, és március azt hiszem 13-a volt, amikor kezdtem, vagy február 13-a, már nem is tudom, amikor kezdődött a nagybőjt február 13-ával kezdődött szerintem, és akkortól fogadtam meg, hogy én minden nap tekerek fél órát a szobabiciklimen. Aztán elkapott minket ugye a Covid, nem lehetett soha sehova menni, Jézus feltámadt, és én nem azt tettem, amit előtte szoktam. Minden átvetben, meg minden nagybőjben, minden nap fél órát tekertem a szobabiciklit, aztán annyira örültem Jézus születésének, illetve Jézus feltámadásának, hogy utána békén hagytam. Nem tekertem. Most viszont azt mondtam, hogy itt a Covid, hát kell mozogni, és akkor elhatároztam, hogy továbbra is tekerek fél órát. És elhatároztam, hogy ezt megteszem minden nap, kívül, amikor nem vagyok otthon, ahol valahol vagyok, hát Balatonon, akkor helyette úsztam mondjuk. És persze, nem azt jelenti, hogy én fölkelek és mondom, de jó, te kellhetek. Ó, Istenem, ne jó vagy. És a mindennapok hűségével,
azóta minden nap, amikor, még amikor covidos voltam, akkor is tekentem. Nem voltak olyan nagy tünetek, bírtam. Tehát igenis kell néha magunkat ráerőltetni a jóra. Vagy, ha fáradt vagyok, imádkozni. Hát Jézus is fáradt volt, azért mégis a fővittel keresztül, nem? Tehát azért tudjunk magunkban uralkodni, és ha annyira fáradt vagyok, hogyha ugye imádkozni, esti imád, egyszer egy ilyen nagy gyűlésen oda rohadt valaki a mikrofonhoz, és azt mondja, ezen túl, két választás között, amikor még két fordulós volt, ezen túl minden este, amikor lefekszünk imádkozni, imádkozzunk hazánkért. Mi ebbe a rossz? Lefekszünk imádkozni. Lefekszünk aludni. Hát ha lefekszünk, a testünk tudja, hogy mit akar csinálni, aludni. Nem akar imádkozni. Lehet, hogy te csak akarod, el akarod kezdeni, ezt az angyalok fejezik be oda. Tehát, ha olyan fáradt vagy, nem fekve imádkozunk, ha olyan fáradt vagy, akkor ne is ülve, hanem állva, térdelve, de legyél hűséges a napi imához. Aztán nagyon fontos az, ha úgy érzem, hogy nagyon messze vagyok attól, hogy vállaljam a vértanúságot Istenért, akkor ez azt is jelenti, hogy akkor nem elég erős a hitem, nem látom értelmét. Ezek a makkóbejus fiúk, ezek meg voltak győződve arról, igenis, hogy van feltámadás, van örök élet. És ezért merték feláldozni az életüket. Hát az egyház történelem 2000 éve alatt hány és hány vértanú ezért merte életét adni. Hát ha nem lett volna hite, akkor tényleg értelmetlenség lenne. De az örök életbe vetett hit ad nekünk erőt ahhoz, hogy bizonyos dolgokat tudjunk vállalni. Ha valóban él bennem a feltámadás hite, mint a Makkabeus fiúban, akkor igenis tudom a hitemért áldozatot vállalni. Tehát ab abszurdum, ha szükséges lenne meghalni, kérjük azt a kegyelmet, hogy legyen erő. Jó, most nem úgy néz ki, hogy most bennünket üldöznének, de sosem lehet tudni. A vértanúk adjanak nekünk példát ehhez, hogy igenis, ők is Jézusért, Istenért életüket adták. De nem csak a pokoltól kell félni és langyosan gyakorolni a vallási kötelezettségeket, mert a kötelező az kevés. Kell, hogy átjárja a cselekedeteimet, vallásos magatartásomat az Isten iránti szeretet. Nagyon fontos, hogy a végső célunk az az üdvösség, a mennyország. Egyszer mondta nekem egy néni Mohácson, jaj, primárus úr, elég lesz nekem a tisztító tűznek a legkisebb bugyrába oda kerülni. Mondom, Maca néni, ne akarjon maga a tisztító tűz kis bugyrába kerülni, akarjon üdvözölni. Aztán, ha nem kerül oda, majd mi a kis bugyrából, a tisztító tűznek a kis bugyrából kiimádkozzunk. De ne az legyen a cél, hogy alulról akarom a lécet megugrani. Hát üdvözülni akarok, a mennyországba akarok jutni, és ezért mindent meg akarok érte tenni. Most a halottak hónapjában kell, hogy még jobban átjárjon bennünket a feltámadás és az örök élet hite. Én most 8-án lesz 7 hónapja, hogy elvesztettem anyukámat, és igazából nekem a feltámadás hite és az örök életbe vetett hit ad erőt ahhoz, hogy nem omoltam össze. És el tudom képzelni, hogy mit jelenthet azoknak, akik hit nélkül élnek, akiknek tényleg bot van a föld élet végén, és nem vesző. Hát persze, hogy értelmetlen, meg összeomlanak, meg gyászfeldolgozás, meg pszichológus, meg minden kell hozzá. Elég lenne csak a feltámadásba és az örök életbe vetett hit. Mint Batthyány Stadtmann László, amikor megbetegedett a legidősebb fia, Ödön. Ugye ő, mint orvos, hát nem vette észre azt, hogy vakbélgyulladása van. Örjön, segítsetek, fáj! És amikor már észreveszik, már perforál. Tehetetlen az édesapa.
A gyerek 20-21 éves, meghal, és akkor mit csinál Batthyány Stratman László, boldog Batthyány Stratman László? Lecsukja a fia szemeit, és azt mondja a gyerekeinek és a feleségének, most menjünk fel a kápolnába, és adjunk hálát Istennek azért, hogy önök 21 évi a miénk lehetett. És elénekelték a teremtőt. Óriási, óriási példa. A mai evangéliumból a feltámadás körül folyik a vita, a szadduceusok zavarba akarják hozni Jézust, ugye ők nem hiszik a feltámadást, ezért tesznek fel neki beugrató kérdéseket, ugye ha egy asszonynak aztán így meg úgy meghalnak a férjei, melyiknek lesz a felesége. Jézus pedig határozottan válaszol, az örök élet valóságában az emberek nem nősülnek és nem mennek férjhez, mert ott Isten lesz minden mindenben. A szeretet, akár az hitvesi szeretet is nem szűnik meg, de leveti a testiségnek a ruháját, és a lelki szeretet köntösébe öltözködik. Manapság nincsenek közöttünk szadduceusok, de vannak materialisták, materialista gondolkodású emberek, akik nem látnak tovább az óruknál, akik csak a földi dolgokat bámulják, és nem veszik észre a teremtett világban az Isten keze nyomát. Ugye valaki mondta nekem, hogy van egy ilyen hitetlen barátja vagy ismerős, és ő nagy búm, meg véletlen, és így tovább. Mondtam neki, mondom, figyelj, mondd neki, szedje szét a karóráját, tegye egy dobozba, és rázogassa addig, amíg az véletlenül össze nem áll. Hát ráfogadhatja. Nem fog összeállni véletlenül, hanem kell hozzá az órás. A nagy órás kellett ahhoz, hogy összerakja ezt a csodaszép világot. És ez a mi hitünk. Sokan úgy gondolkodnak, hogy hiszem, ha látom, vagy azt hiszem, amit látom. Ezzel kapcsolatos az a bizonyos riport, bizonyára többen olvastátok, meg ment a neten, hogy két kis magzat beszélget az anya szíve alatt. Most nem vasom fel az egészet, hanem beszélgetnek egymással a két ikergyerek. És azt mondja, az egyik, te hiszel a születés utáni életben? Természetesen, azt mondja a másik, hát következnie kell valaminek a születés után. Talán azért is vagyunk itt, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik. Butaság, mondja a másik. Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is hogy néznek ki? Kezünk el fogni, lábunkkal járni, hát ez nem lehet. Azt mondja a másik, azt pontosan nem tudom, hogy hogy néz ki, de biztosan több fény lesz ott, mint idevel. Ugye így vagyunk mi is. A materialista ember úgy gondolja, hát itt van a világ csillogása, hát ez a Nontus Ultra. Mi pedig azt mondjuk, ez csak gyakorló tér. Utána jön a lényeg. Ahogy egy néni mondta, hogy őt, ha eltemetik, akkor a ravatalra fölteszik, tegyenek a kezébe egy kis kanalat. Kérdezték, hogy miért? Hát, hogy az emberek megkérdezik, hogy miért van ott a kis kanál a néni kezébe. És akkor mondjátok azt, hogy mert csak ezután következik a lényeg. Ahogy az étkezésnél is, ha látjuk, hogy van kis kanál, tudjuk, hogy jön a desszert. Hát az örök élet a desszert. Erre kell nekünk törekednünk. Mennyire igaz a hívő és a hitetlen ember gondolkodás módjára az, hogy másképpen tekintünk a világ dolgaira. Tudatosítanunk kell magunkban, testvéreim, hogy a mi hazánk a mennyben van, ahogy Szent Pál apostol mondja, ezért kell már most itt a Földön úgy élni, hogy méltók legyünk ennek az örök hazának az elnyerésére. Amen. Most még valljuk meg közösen hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában. Amen.
testvéreim, az örök élet az, hogy megismerjük mennyei atyánkat, és akit ő küldött, az Úr Jézus Krisztus, gyermeki bizalommal terjesszük elébe kéréseinket az örök élet szavaiért. Addigunk, hogy egykor színről színre láthassunk téged az eljövendő örök életben. Addigunk, hogy a világ népei megismerjenek téged, Ábrahám, Izsák és Jákob istenét, akikhez Jézus Krisztus vezet minket. Господине наше молитве и услиши срца искрена по Христу Господину нашему. Амен.
milosti. Tebe zato molimo, rosom Duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraš uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grija. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere, tvoj smrt, Gospodine, navještamo, tvoje uskrsnuće slavno, tvoje slavne dolazak i svjetljivo. Slaveći dakle spomen smrti uskrsnuća tvoga Sina, nosimo ti, Gospodine, kruh života i kalje spasenja i zahvalujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti, sabere u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je ljubavi zajedno s papom našim Franjom i biskupom našim Vladislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braće i sestara koji uskrše u nadušku sluča i svi koji preminuše u tvom smilovanju, privedi ih svetu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnog života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, svetim Jozifom, blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Ocu svemogućem u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskom naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, tako na nebu, tako i na zemlji. Hljeb naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od greja i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Hrista. Jer Tvoje je kraljestvo i slava. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem, molimo ne gledaj naše greje, nego svoju vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je voja tvoja, koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vijekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima. Neka bude mir uvijek među nama. Oh.
onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu. Gospodine, nisam pozvan da umišljaš potrom moj, nego samo ja.